Tisztelt Hölgyeim és Uraim, szeretettel köszöntöm Önöket. Örülök, hogy ez a történelmi helyszínen mutathatunk be. Először úgymond új regényemet a Zsolnai. Tegnap Pécsett már volt egy ős bemutató. Akkor kaptam először kezembe a könyvet, néhány perccel az előadás előtt. Az Alexandra és Batyi Dezső, valamint csapata kitűnő munkát végeztek. Ez a Zsolnai kód. Tegnap szokásomhoz híven felnyitottam, mélyen magamba szívtam a friss nyomdafesték illatát, ahogy Önök is látom, hogy szokták. Ilyenkor, amikor egy új regény megjelenik, barátaimmal összegyűlünk, és anekdotázunk, beszélgetünk arról, hogy mit is éreztünk, amikor elindultunk ezen a zarándok úton, amit úgy hívnak, hogy az alkotás zarándok útja. Marosvásárhelyen születtem, édesapám elvitt a főtérre. Mindegyre el kellett mennünk a főtérre, és meg kellett csodálnom a kultúrpalotát és a városházát. Mindkét épületet zsolnai épület kerámiák díszítik. És úgy éreztem, hogy ez a világ legértékesebb dolga, amit valaha is a városunk kaphatott, és ez magyar. Tehát a Ceausescu korban valahol a zsolnai épület kerámiák jelentették számunkra olykor a csatlakozást, a kapcsolatot az óhazával. Ugyanígy édesanyám két zsolnai vázája is. Legjobban féltett kincsei közé tartozott, és minket gyerekeket talán még be se engedett abba a szobába, ahol a vázákat tartotta. Mindkettő Erdélyben az egyre szűkülő magyarságunk, magyar önazonosságunk terében ezek voltak az összekötők. Ezek által éreztük magunkat valóban magyarnak, és úgy éreztük, hogy ezek a magyarságunk szimbólumai. Életem nagy ajándéka, hogy 4 évvel ezelőtt Pécsre kerültem, és a Zsolnai Örökségkezelő Nonprofit Kft.-nek az ügyvezetését bízott meg a város. Ez azt jelenti, hogy a zsolnai kulturális negyed, tehát az összes, minden, ami a zsolnai örökséggel kapcsolatos, ezt vezettem én több éven keresztül, és ennek révén sikerült megismernem és belehelyeznem magam a zsolnai család örökségébe és életébe, és megismerni ezt a fantasztikus családot Miklóstól, Vilmostól, Ignácon át. Tényleg egy olyan európai történet, ami ritkaság Magyarországon. És én ezt ápoltam ezt, és amennyire lehetett őriztem, de ennél sokkal többet kaptam a családtól. Tudnélik, nem csak a kerámiák, hanem a gondolkodása a családnak, nem csak a Vilmosnak, hanem a testvéreknek, a gyerekeknek, Júliának, Teréznek a gondolkodását sikerült valamilyen módon kódszerűen dekódolnom és megfejtenem. És ez azt jelentette, hogy nagyon kell hinni a dolgokban, nagyon kell tudni a dolgokat, és teremteni kell tudni, és nem szabad feladni soha. Ezt csinált a család, ezt kaptam én örökségül tőlük. Hőn szeretett barátom, nem lesz könnyű feladat hűen ábrázolni a kezdeteket, és önarcképet festenem magamról. Túl nagy a kontraszt a között, ami voltam, és amivé lettem. Két lélek, mely alig mutat rokonságot egymással. Hitelt kell, hogy adjon mindannak, amit magamról el fogok mesélni, még akkor is, ha a ma leírt szavaim nem ugyanazt a Terézt mutatják be, akit maga ismer. A gyárral kapcsolatban egyszerűbb lesz a dolgom, hiszen a hivatalos papírok, a könyvelés és az üzleti levelek sokat elárulnak. Azon kell törnöm a fejem, hogyan halásszam ki emlékezetem tengermélyéből mindazt, ami ott nyugszik a fenéken. Zsolnai kód. Ez egy kód, vagy egy családregény, vagy egy könyvbe 4 regény. Nagy örömmel jöttem Balma az Újvárosra, hogy úgymond az ős bemutató után először a nyilvánosság előtt a zsolnai kódról beszéljünk. A zsolnai kód valóban egy rendhagyó családregény. Benne van a családregény minden eleme, hiszen a zsolnai családról szól,
Ugyanakkor 160 év magyar történelme is ott lebeg. Egy család szemszögéből megismerjük végül is azokat a szereplőit, akiket már a történelem könyvekből, a művészet történeti leírásokból mind-mind jó ismerősnek tekintünk. Ugyanakkor a történet alapja egy képzelt napló. A gyáralapító Zsolnai Vilmos leánya, Matyasovszki Zsolnai Teréz gyártörténeti írását tovább színeztem, tovább írtam, és egy olyan lélekutat fedeztem fel, ami a 19. században bizonyára egyedülálló az osztrák-magyar monarchiában. Talán Párizsba vagy Berlinbe megtalálható, kitapintható ez az emancipációs folyamat egy nő életébe, de a monarchiában valószínű nem. Mégis, ahogy olvastam Zsolnai Teréz eredeti német nyelvű naplóját, úgy éreztem egy-egy mondatból, hogy erről van szó. És engem végül is a lélek érdekel, hiszen a lélek életet jelent. És én csak az életről szeretnék írni. Felhívott engem egy bő évvel ezelőtt Tolvaj Ferenc, az író és költő. És én egy kicsit kétkedően fogadtam ezt a telefonhívást. Azért nagyon barátságtalan nem voltam, mert annál jól neveltebb vagyok, de nem is voltam nagyon lelkesennél a jelentkezésnél. És hát mondtam, hogy én szeretnék a Sziget cukrászdában találkozni Tolvaj Ferenccel, amit ő természetesen nem értett, miről beszélek, mert azt a cukrászdát ma már nem úgy hívják, hanem Európának. És leültem, vártam rá, és ő nagyon pontosan megjött. Rögtön tudtam, hogy ő Tolvaj Ferenc az író, és ő is tudta, hogy én vagyok a Matyasovszki Zsolnai Zsófia valahonnan. És nagy léptekkel oda gyalogolt az asztalhoz, bemutatkozott, leült, és ilyen nagyon kedvesen, szertartásosan azt mondta, hogy néhány mondat után, hogy én hunyjam be a szemem, és képzeljem el azt a pergő filmet, amit ő most elmond nekem. És azt kezdtem mondani, hogy Párizsban egy gyűjtő, vagy fiatal férfi, pontosan nem lehetett tudni, hogy ki az illető, sétál, és egy kirakatban felfedez egy gyönyörű szép vázát, a vázán egy gyönyörű nő alak ábrázolódik, és beleszeret ebbe a tárgyba, és nem is tud tovább menni, egy rabja lesz szinte a tárgynak. És akkor én azt mondtam, hogy álljunk meg, ez az én történetem. Nekem van ilyen gyűjtő ismerősöm, egy fiatal férfi, aki intézetben nevelkedett, és a sport szabadidő tanára volt az, aki hetente egyszer jutalmul, hogyha megfelelően viselkedett, kivitte az intézetből sétálni. Münchenben zajlik a történet, és egy nap elmennek egy ilyen kirakat előtt, és a kirakatban meglátott egy tálat, egy zsolnai tálat, és lecevekelt, kérte, hogy menjenek be, kikérte a tálat a kirakatból, hosszan simogatta, majd megkérdezte az árát. Megdöbbent az árán, és mondta, hogy az ő zseppénze erre nem elég, és kiszámította, hogy az mennyi idő lesz zseppénzgyűjtésben. Megmondta a tanára, és azt mondta, hogy ő ezt akarja, ezt a tálat, kéri, tegyék félre. Ma egy Angliában élő fiatalról beszélünk, fiatalemberről, akinek nagyon komoly gyűjteménye van Zsolnai Júlia festményeiből. Zsolnai családba születni az egyszerre egy kiváltság, óriási felelősség. Mikor döbbent rá el? Mekkora terhetszipen? Gyakorlatilag ebbe bele kellett nőnöm. Államosítás után 2 évvel születtem. A családból 17 ember volt börtönben. A gyár vezető munkásai úgy szintén. A szélesebb család idősebb tagjait kitelepítették
az én szüleimnek a lakása és a nagyapámnak a lakása is a gyárban volt. Így azt kell mondanom, hogy a háztartás és a hétköznapi élet legkisebb tárgyai gondolja végig, hogy mindent államosítottak, így ki lehetett menni a gyárból. Ez volt 1948 márciusában, és 2003-ban mehettünk újra vissza egy hivatalos rendezvényre a gyárba. Addig tilos volt a gyár területére lépnünk. Én egy olyan szituációba születtem bele, hogy a szüleim börtönben voltak, a testvéreim nevelőintézetekben voltak. 2,5 éves koromban Pécsre vittek, ahol akkor már a nagyapám édestestvére kint volt a börtönben, és őt befogadta a dédanyám. Ha hallgatom, akkor a művészetről, az újítóiparosról, az egész családról, csak a hányatatást érezte? A szépség tanítására és a szépség megélésére viszont már egészen kicsi koromban módon volt. Tehát ez egy ilyen nagyon komoly kettőség volt az életemben, hogy nagykanállal kaptam a szörnyűségeket. Egyik oldalon mondjuk a mauzeum lerombolása, a halottak szanaszét dobálása, és ez a nagynéném volt az, aki kénytelen volt mindig oda fölmenni, és engem vitt kézenfogva nagy biztosítéknak, ugye 2,5-3 évesen, és éreztem, hogy ott mentünk fölfelé, hogy így reszkett a keze a félelemtől. Közben a dolgozók próbáltak sok mindent kimenekíteni a gyárból, odahoztak. Minden tárgyat a kezembe adott, hagyta, hogy fogdossam. Mindenkinek büszkén mesélte a régi munkásokkal, hogyha találkoztunk az utcán, hogy ez a kislány ilyen kicsi, és soha semmit nem tört össze. Láttam rajta, hogy pontosan belém vetíti, ugyanúgy, mint ahogy ő belé, és a korábbi generációk, hogy ő tudja, hogy én mi mindenre leszek alkalmas, ha felnövök. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon komoly kettőség. Nekem nem volt olyan aha élményem, hogy én ebbe a családba születtem, mert sehol nem volt a családom. Mindig mondták, hogy jó, hát van neked apád, van anyád, vannak testvéreid, csak igen, hol van. Azt lehet mondani, hogy a nagyon súlyos realitás és az irreália határán mozgott az én fiatalságom, fiatalkorom. Politika és a történelem az nagyon mostohán bánt a gyárban, tehát az államosítás gyakorlatilag tönkretette, majdnem, hogy tönkretette a gyárat. És most ezt feltámasztani, és újra a régi fényébe pompáztatni, ez nagyon nagy feladat lenne a városnak is, és az országnak is. 2016-ot írunk, most se túl rózsás a zsolnai örökség. Erről nem beszélek szívesen, mert én nagyon igyekszem olyan dolgokban részt venni, ami zsolnai tematikában pozitív, mint ez a könyv bemutató például, vagy a Zenélő Zsolnai című több órás mestermű a Kodály Központban, aminek a teljes tervét én találtam ki, vagy a művészetpedagógiai tevékenységem, tehát hogy én nem akarok állandóan valami olyasmivel foglalkozni, ami nem uralható, nem tudok vele mit kezdeni, és inkább dolgozom a pozitív dolgokon. Hogyan állt a zsolnai családot? Iparosok voltak, művészek voltak, polgárok voltak, gyárosok voltak. Mennyiféle zsolnai van? Én, aki Németországban nőttem fel, a zsolnai családot leginkább a német művelt polgárokhoz hasonlítanám, ahhoz a polgársághoz, amelyik a 19. században erősödött meg, emelkedett fel, de ugyanakkor nem csak az anyagi javak érdekelték, hanem a jövő is, elsősorban a tudás. Ezért küldi a gyerekeit Párizsba, Münchenbe, Grazba, jó maga is ugyan Bécsbe végzett, tehát nem mintanélküli ez a fejlődés. Ugyanakkor minden fölösleges pénzét újra és újra befekteti a gyár fejlesztésébe. Nem luxus cikkek után vágyódik, és a gyerekeit se arra neveli, hogy a luxus bűvkörébe mozogjanak, hanem inkább arra, hogy tanuljanak, hogy fejlődjenek.
Nagyon érdekes, ma este nem hangzott el, de a gyerekeitől, Miklóstól, aki az utódja volt, Júliától és Terésztől, semmit nem volt meg, ami a tudással kapcsolatos. Bécsből hozatta a legjobb, legértékesebb könyveket, hogy fejlődjenek. Ugyanakkor mindig óvja őket, hogy nem kell olyan ruhákat, olyan körülményeket teremteni, ami nem szükséges az előrelépéshez. Köszönöm, hogy elkísértek. Teréz lélekútján. Csodálom ezt a nőt. Az íróasztalommal szembe függesztette fel a képét, és sokszor beszéltem hozzá. És úgy érzem, válaszolt. Remélem, hogy önök is hallották és érezték válaszait. A tolvajkulcsot ugyan a zsolnai kóthoz nem adtuk a kezükbe, de ígérem, tisztelt hölgyeim és uraim, hogyha elolvassák az új regényemet, felpárul önök előtt a zsolnai.